Soha nem felejtem el, hogy az órák erején, Deliás alkatával az osztály fölé magasodva, zsebéből elővette a kis notecét, ahogy ő nevezte, és szép komótosan, mosolyjal a szemében végiglapozta a notecet, és kiválasztotta azokat, akik azon az órán felelni fognak. 40 fős osztályunkból sokan választottuk a biológiát fakultációként, ugyanis sokan szerettünk volna orvosi vagy természettudományos pályára menni a felsőoktatásba. Biztosak lehettünk benne, hogy Kánic tanár úr oly módon készít föl bennünket erre a pályaválasztásra, hogy az érettségén, illetve a felvételén magas színvonalon fogunk tudni teljesíteni. Kánic tanár úr derűs szigorral vezetett bennünket végig a középiskolai biológia tanulmányokon. Nem kellett tőle félnünk, a szigorától, viszont azt tudtuk, hogy meg kell felelnünk a nagyon magas követelményrendszernek, amelyet elénk állított. Dr. Kánic József sok tanítványa pályaválasztására volt hatással, fontos szerepet vállalt a tanárjelöltek oktatásában és továbbképzésében. Elit gimnáziumokban tanítottam, ahol eleve a gyerek célja a továbbtanulás volt. Nagyon sokan akartak és mentek orvos egyetemre. Könnyű dolgom volt ebből a szempontból, hogy akkor csak ebben segítsem őket, hogy sikerüljön a fölvételi. Egy vizit alkalmával, amikor az embernek orvosokra volt szüksége, akkor a 7 orvos közül 5 ságvár is volt. Úgy építettem fel az órát, hogy mindenki előtt volt egy tálca, amin felszerelések voltak, és akkor elvégezték, megcsinálták azt a kísérletet. Tehát próbáltam minél változatosabban, úgynevezett szemléltetve oktatni, tanítani. Nagyon fontos szempont volt számomra az, hogy szeresse az ember a diákokat. A gyerek is érezze azt, hogy a tanár segíteni akar, hogy megtanulja, azzal ő több lesz, és sikeresebb lesz, és tovább tanulását segíti. Korrektnek kell lenni, szigorúnak, de ugyanakkor megértőnek is. Tehát, hogyha problémája van a gyereknek, akkor azt az ember tolerálni tudja.